Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ebben az esztendőben is megrendezik Székesfehérváron a Tűzzel Vassal Fesztivált. A Rácz utca várja önöket június 23-án szombaton. Ebben az esztendőben június 23-án, illetve most már két naposra tervezetten megrendezik a Tűzzel Vassal Fesztivált. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos találkozó. Rendkívül fontos azért, mert a népművészet, illetve a késkészítők művészete itt találkozik. Szakmai tapasztalatcserére kerülhet sor, megbeszélhetik, hogy mi minden történt az elmúlt esztendőben, megbeszélhetik azt, hogy mi várható a jövőben, ugyanakkor a közönség, tehát a székesfehérvári közönség, illetve tekintve, hogy ez egy nemzetközi találkozó, maguk a szakemberek is meghányhatják, vethetik a jövőt. Miként készülnek erre a találkozóra? Ez pont így van, ahogy elmondta. Ez azért is látszik, hogy nagyon fontos ez a találkozó, hisz az idén is több olyan késes jelentkezett, aki még az idén nem volt. 3-4 új késessel lehet majd találkozni kint a fesztiválon. Tényleg nagyon fontos szakmailag. Ezért is gondoltuk úgy, hogy a 15 év tapasztalatát levonva, hogy szükség van egy ilyen szakmai napnak a létrehozására is, és ezért előző nap, 22-én, pénteken tartjuk meg az első késes konferenciát. Ez a konferencia mit tud hozzátenni a hétköznapokhoz? Hiszen azt megszokhattuk, hogy egy ilyen találkozó, ez egy ünnep. Igen. Hát többször elmondtam már nyilatkozatokban, hogy sajnos megszűnt a szakmai képzés, még az 1980-as években. És közben fölnőtt több generáció, akinek komoly, igazi képzése nem volt. Hiába vannak ezek a különböző mellette levő szakmák, rokon szakmák, amiket megtanultak a késsel foglalkozó emberek, de speciális tudást igaz nem tudnak nyújtani a késről. Ezért gondoltuk azt, hogy hagyománnyá fogjuk tenni ezt a konferenciát, és olyan témával próbálunk mindig foglalkozni, ami a késeseket kimondottan ért. Tehát úgy próbáljuk fölépíteni a konferencia tematikáját, hogy az elején mindig valami történelmi áttekintést tartunk, utána pedig aktuális szakmai problémákkal foglalkozunk. Az idén Kocsis Ferenc késes vállalta, hogy a debreceni késes múltat átfoglalt, tehát bemutatja, és áttekinti a régmúltját a debreceni késességnek, hisz az 1980-as évekre nyúlik vissza, illetve a mai nap is jelentős késes élet folyik Debrecenben. A második részben pedig az idén Belencsák Mihály állami kitüntetést kapott. Ők is egy nagyon-nagyon régi késes család, már több mint 100 éve működik itt Magyarországon. Az ő életútját mutatja be a család egyik tagja, Belencsák István. A tradíciók nagyon fontosak, ugyanakkor a folyamatos fejlődés nem különben. Ez a kettő hogy találkozhat egyébként ma Magyarországon a késes szakmában? Itt van pont az, hogy a régi késesek át tudják adni, tehát a régi szakemberek át tudják adni a tapasztalataikat, és nagyon fontos az új generáció is, hisz ők meg az új technikát ismerik, hozzák be a késes szakmában, és óriási fejlődések mutatkoznak évről évre a kiállításokon. Ez az, amit mondott, hogy a találkozónál, igaz, itt a szakmai beszélgetések, információcsere alapján mindenki ki tud magának egy kis újdonságot csípni ezen az egy napon. Tehát a technika változik, ugyanakkor az új technológia mellett megmarad a régi is. Mennyire népszerű Magyarországon ma ez a szakma, mármint a vásárlók körében, illetve a gyakorlók népművészek körében? Hát elmondhatjuk, hogy mind a kettőben népszerű, hisz a látogatottságon látszik, hogy évről évre jelentős késbarát jelenik meg itt a székesfehérvári kiállításon.
és amit az elején mondtam, hogy új fiatal késesek is jelentkeztek a kiállításra. Tehát azért vonzó ez a szakma, és látnak benne lehetőséget azok a, tehát olyan készítők is, akik még nem foglalkoztak eddig tehát a család nem foglalkozott a késekkel, illetve azok is, akiknek a szülei valamikor űzték ezt a mesterséget, és úgy gondolták, hogy a gyerekek úgy gondolták, hogy ők is megtanulják és folytatják a szakmát. Tehát tekintsünk egy, igen, tekintsünk ki egy kicsit a Kárpát-medencére. Mennyire népszerű a határainkon túl, elsősorban a magyar közösségekben a késes szakma? Mindenütt szerintem reneszánszát éli, úgy tapasztaljuk, hisz külföldre is járunk késkiállításokra, és ott is nagyon népszerű a kézzel készített kések. Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban ott vannak itt tapasztalataink. Az idén kiket várhatunk, hiszen már az előzetes jelentkezések nyilván megtörténtek? Hát ezt így felsorolni nem szeretném, de 40-en túl van a jelentkezőknek a száma. Következik egy beszélgetés Lévai Ferenccel, Halország fejedelmétől. Megtudhatjuk, mint mindig is, egy átfogó elemzés keretében, mi mindent kell tenniük ebben az esztendőben, illetve a következő időszakban a hallgazdaságok résztvevőinek. Az idei esztendő kiemelt híre, a hallgazdaságokat érintő kiemelt híre mindenképpen az áfa csökkentés volt, az élő halálfájának csökkentése. Mennyiben segítette ez például a Réti Majori Aranypont Zrt. Munkáját? Nagyon sokban. Ez egy kiváló intézkedés volt, nyilván mindenki ezt mondaná, aki könnyítést kap, de mi különösen mondhatjuk ezt, hiszen a 27%-os áfa annak a tükrébe, hogy egyébként az általános haszna támogatás nélkül lévő halászatnak 4-4,5% óriási csábítás volt a fekete gazdálkodás felé, és sajnos a cégek egy része élt is ezzel. Nem akarnák moralizálni, de azt mondom, óriási csapás volt a fekete gazdaságra, és nagyot fehéredett az ágazat, meg fog nőni a termelékenység is, hiszen mindenki 5% áfánál már látja, nem befekszik benne a pénze, sokkal könnyebben vásárolnak a vevők is, és hát ha nem is tudtuk visszaadni teljes mértékben az áfát a kedves fogyasztóknak, de azért a halál a tavalyi alatt marad, mármint ami a fogyasztói árat illeti, pont az áfának köszönhetően, és azt el kell mondanunk, hogy ezen kívül a kormányzat nagyon kedves volt ezzel, és nagyon jót tett velünk, és egy okos gazdasági és hatalmas lépés volt a csökkentése, de azért a jó Isten valahogy nem kedvel minket halászokat az idén, semmiképpen se. Ami az idén történt, az semmi nem szolgálta a halászat érdekét. Nem szolgálta a halászat érdekét az, hogy a vízdíjat nem sikerült még normális mértékre tárgyalásosra leszorítanunk, ebben majd egy intézkedést várunk a kormánytól. Ezek a vízdíjak, amelyek kialakultak, ezeket nem tudjuk kigazdálkodni, tönkre fog az ágazat menni ez ügybe. Nem igazán örülünk annak, hogy a pályázati elbírálások olyan nyira lassan mennek, hogy a halászati ágazat egyes szereplőinek 2 éve bent van, és nincs döntés a pályázatában. Ugye azt nem kell mondanom senkinek, hogy ami tavaly előtt volt építési árajánlat, az az idén már 30%-kal több. És nem azért, mert valaki rosszalkodott, hanem mert a piac így működik. Megemelkedtek a halárak, mert általános halhiány van egész Európában. Nem csak az az oka ennek, hogy a hal iránti kereslet megnőtt, hanem sajnos állategészségügyi nyűgeink vannak. A környező országokban elég sok helyütt üti föl a fejét olyan ma még ismeretlen kóroktanú betegség, ami hát elviszi a pontjára menni egy jó részét. Egy nap alatt el tudnánk adni minden halkészletünket a környező országokba, ha ezt megtennék. A tagjaink figyelmét föl kell hívni arra, ezt mondom, mint a Magyar Akvakultúra és Halászati Szövetség szóvivője, hogy első a hazai piac, tessék kiszolgálni a saját vevőinket, utána engedünk exportra 1 kilót is. Nem akarunk látni exportot rakodó autókat, amíg a magyar piac nincs kielégítve. Ez pont úgy ér a horgászok, a sporthorgászok felé, hiszen nagyon sokan vártak arra, hogy tavasszal az áfát olcsóbban tudnak halat venni, nem vették meg ősszel a halat, ez a hal ki is ment exportra. Nagyon sokan vártak arra, hogy hála Istennek az áfa csökkentés hírére már élénkült a kereslet és több hal fogyott az első negyedévben Magyarországon, de azt is látnunk kell, hogy össze kell szorítani a fogunkat, és már halásztuk azt is, amit nem akartunk, hogy a piacot el tudjuk látni hallal. Az aranypont is, és az ágazatra is ez áll. A tavasz összes tényezője, ami eddig történt, az mind ellenünkre volt. Nem volt tél, és egész télen hajkurázta a madár.
főleg a kormorán a halastavak halálományát, ebből sajnos az ivadékállomány jött ki rosszul, kevesebb az ivadék az országban, mint amennyire szükség lett volna, vetőmag hiányunk volt a tavasszal, illetve még mindig van, mert mi mindig halászunk. A Dunántúl különösen sújtotta az, hogy minden átbelt nélkül beköszöntött egy irgalmatlan esős évszak, időszak, egy koratavasz időszak, amikor ugye a Balatonból 3 millió köbméter vizet kellett elengedni, Csanádó csatorna egy hónapig belvízvédelmi készültség alatt, tehát nem tudtuk a tavaszi halainkat leharászni. Minden állt, minden, itt néztük a halakat, itt néztük a piacot, itt néztük magunkat a tükörbe, hogy mi az Isten történt, hogy nem tud, hogy semmi nem sikerül. Ehhez jött egy két napig tartó tavasz, a harmadik naptól kezdve nyár van. Két hónapja nyár van, 24 fokos vizekkel, iszonyú hőséggel és sugárzással, és most kell killódnunk és halásznunk. És szinte mindenfelé vannak potyogások, mindenfele nehezen tűri a hal. A hal épp olyan érzékeny állat, mint bármelyik másik, talán még az embernél is jobban érzi az időjárás változásokat. Amikor frontok után jönnek, a leeső légnyomás, iszap felhők szakadnak fel a fenékről. Kiment a tavaszi plankton, a szokásos, nagyon szépen fölfelé gyarapodó planktonállomány egyszerűen pillanatokon belül eltűnt, mert kisütötte a nap. 26 fokos volt tegnap a vízhőmérséklet. Közben volt 3 légnyomásesés és 3 zivatar és vihar. Tehát ha valami ebbe az évben sikerült, az a véletlen volt, mert semmi nem úgy alakult, hogy az összes hal ívása összecsúszott. Egyszerre szapogott a balén, a süllő, még a csuka itt volt, de már a harcsát fejtük. Szóval úgy borult fel a biológiai egyensúly, hogy én még erre a 45 éves pályafutásom alatt nem emlékszem. Szóval ilyen még nem volt, hogy egyetlen olyan pozitív jelenség ne lett volna, mondjuk egy jó fél éves időszakban, mint ahogy most az idén járunk. És most is itt vagyunk ebbe a hőségbe, már itt az előnevelt kicsi pontyom, de még nem tudom kitenni az elődjét az egyévest a helyére, mert engednem kell a vizet lefelé, és a 40-60 hektáros tavakat nem lehet két nap alatt leengedni, meg föltölteni se. És már látom a veszélyt, hogy ha ez magad az az időjárás, és a soponyai tározók öntözni fognak, akkor nem lesz elég vízünk két hónap múlva. Tehát nagyon rapszodikus az időjárás, a halászat számára kifejezetten kellemetlen. Már most vízhiányaink vannak a dunántúli hölgyzálógátas tavakba, ahol másfél hónapja még az volt a gondunk, hogy ne szakadjanak el a gátak, ott a napi 2 centis párolgása az a gondunk, hogy úristen, mi lesz egy hónap múlva. Nagy István az Agrártárca új vezetője számos új intézkedést ígért. Nyilvánvaló, hogy ez a hallgazdaságot is érinti, hiszen ő úgy fogalmazott, hogy a támogatási rendszer megváltoztatásával mindent megtesznek azért, hogy a hallgazdaságok is jól járjanak. Ő nem fejtette ki, hogy tulajdonképpen mit gondol, de első számú vezetőként vajon melyek lehetnek azok az intézkedések, amelyek az imént felsorolt, azt gondolom, hogy rendkívül nehéz helyzetből kisegítik a hallgazdaságokat. Most azt mondanám, nekünk az is óriási dolog lenne, ha csak úgy bírálnának el bennünket, mint bármelyik másik kultúrát. Hiszen ha belvíz van, akkor leszivattyúzza az állam a gazdák földjéhoz a vizet, elemi érdeke, hogy ne kerüljön 50 ezer hektár víz alá. És ez a saját költsége az államnak. Nálunk ilyen nem létezik. Ha bármilyen veszély fenyegeti a termést, mondjuk a szájkár van, akkor a szájkát megtéríti az állam a polgárnak, eléti bizonyos százalékot. Ez is rendben van. Alastóra semmilyen biztosítást nem lehet kötni, senki nem tudja ezt vállalni, és semmilyen elemi kár esetén semmiféle támogatást nem kapunk. Nálunk nem számít az, hogy a belvíz elviszi a gátat és elment a halom, magánügy. Senki nem térítette kárt. Itt nálunk nem számít, hogy kiszárad a halat, és 40 centis vízbe lábbal a gém és eszi a halat, a szájkár. Hát magánügy, ez hallgazdaság. Tehát mi arra fogunk törekedni, és értem ezzel a Magyar Akvakultúra Szövetséget, hogy miniszter úrral leüljünk, és ezeket a témákat nem akarunk semmiféle előnyt. Csak azt szeretnénk, hogy egyenlőség legyen az ágazatokban, amit a többi ágazat is megkap, csak annyit kapjuk meg mi is. Nem a tárca tehet arról, hogy ez nem így van eddig. Az uniós források elosztásánál mi a halászati alaphoz kerültünk, aminek a feltétel rendszere olyan, hogy nem passzol a mezőgazdasággal, hiszen 99%-ban a tengerhalászatról szól. Én nagyon örülök a miniszter úr kinevezésének, én megmondom őszintén, titkon drukkoltam is neki. Személyben olyan ember került a tárca élére, aki gyakorló gazda is volt, ő nem csak tanította, az egyetemen tanított,
Én még onnan emlékszem rá, és nem csak tanította, hanem gyakorolta is a szakmát, és azzal, hogy parlamenti államtitkárként látta belülről is már az agrár lobby tevékenységét, az agrár politikát. Én hiszek abba és bízok abba, hogy egy olyan ember került a tárca élére, akivel a saját és valós problémáinkat helyén tudjuk kezelni. Várjuk a segítségét a vízdíjügyben, amit a belügyminisztériumnál kell majd intézünk természetesen. Torlódós és nehéz évünk lesz. A halár emelkedésen kívül egyetlen pozitív dolog nincs, de bár ne emelkedett volna, csak lenne halunk rogyásig. Tehát sajnos nekünk se kedvez semmi, ahogy az előbb már mondtam, és az első előrejelzések nem biztatóak a következő időszakra se. Az árpa már a tavalyi árszint fölött van 15-20%-kal, mert árpa sincs elég. És még csak most kezdték el vágni az árpát, már takarmány hiányal küszködik a hallgazdaságok egy része, hiszen a meleg miatt sokkal több takarmányt kellett föletetnünk eddig már, mint amit átlagos évben szoktunk. Majdnem mindenki úgy számol, hogy kihúzzuk a következő év hatásáig, annyit tárolunk be takarmányt össze. Hát nem húzzuk ki. Egy nagy gazda segített ki Pálfán, hogy néhány 10 tonnát most gyorsan egy kicsit előrébb vágott, mint kellett volna, még magasabban visszatartam, de muszáj, mert a halat ebbe az időszakba a naponta háromszor ürül ki és eszik, mint a sáska a meleg vízbe. Hát nem lehet takarmány nélkül hagyni, mert meg fog betegedni. Ugyanakkor a problémák ellenére azt tetten érhető, hogy nő a halfogyasztás, bár az Akvakultúra Szövetség honlapján ugye 4,6 kg-ot említ. Én azt mondom, hogy népszerűbb lett a halfogyasztás, de mi minden kell ahhoz, nyilván marketing, hogy ez folyamatosan emelkedjék, hiszen még mindig el vagyunk maradva az európai középmezőnytől is. Hát nagyon fontos a reklám. Szóval hihetetlen a számomra is, hogy a reklám hatására mennyire meg tud emelkedni egy termék ismertsége és fogyaszthatósága. A halnak ráadásul olyan terméket reklámozunk vele, amelyik sokkal több, mint élelmiszer, egy szó szerinti egészségvédő élelmiszer, hiszen a halfogyasztó országok átlag életkora 8-10 éve magasabb, mint a magyarországi, és a legfontosabb ebben az, hogy egészségesek. Volt szerencsém most Portugáliában lenni néhány napot. Az étlapok 60%-a halról szól, minden halétel szinte drágább, mint a legdrágább húsok. Tehát nem olcsó, még ott se, ahol az ország határainak nagy része tengerre határos, ott se olcsó a hal. És mindenki imádja a halat, és a nemzeti hal eredel az egy szágított csódott tőke hal, amit visszaengednek és abból készítenek mindenféle ételeket. Elképesztő mennyiségű hal fogy el. Vidámak, pocak nélkül járják a világot, plusz 20 kilók nélkül, és egy nagyon jó benyomással jöttünk onnan el, mert a borok is kiválóak voltak hozzá. Az látszik, hogyha nem megyünk a Mediterrániumba, tessék megnézni, nyissuk ki, csak a strandon nézzünk körül. Ha kövér embereket látok, na, mint turista. A helyiek azok, bocsánat, a helyi lakosok sokkal jobb fizikai állapotban vannak a korukhoz függően, mint ahogy mi. Nagyon sokat kéne tennünk azért, és ez már egészségpolitika, hogy a magyar élelmiszertermelés és ennek a bősége és ennek a minősége és a magyar emberek egészsége az egyensúlyban legyen. Tehát okosabban kell táplálkozunk, és ebben a legfontosabb szerep a fehérjék közül a halnak van. A mai ember, nagyon sokszor elmondtam, talán unja is a kedves néző, ha még emlékszik rá, hogy úgy eszünk, mint egy bányász, és úgy dolgozunk, mint akinek a legfontosabb szerszáma mutatója, ezzel nyomjuk a számítógépet. Az agyunk 60%-át fogyasztja el a teljes energia szükségletünknek, mert már csak az dolgozik, hiszen a lábunkkal alig megyünk valahova, a kezünkkel meg semmit se csinálunk. Legtöbbet a kezünket a tusoláskor használ, beszapanozzuk magunkat. Hát itt tartunk ma, és ez visszaüt. Rengeteg a keringési beteg, rengeteg a daganatos beteg, intenzívebben kellene élnünk, és ehhez kellene táplálkoznunk is. Elmondtam ezt is sokszor, de hadd súlykoljam a népekbe. Az ember egy fantasztikus biokímai motor, én nem tudom, ki talált ki bennünket, de elképesztő, hogy milyen bonyolultan, milyen jó tudunk dolgozni, hogy tud működni a szemünk, a hallásunk, hogy tudunk érzékelni. És ehhez nem nehéz gázolaj kell, hanem olyan üzemanyagot kell bevinnünk, hogy a motor jó működjön. Ennek a motornak most arra van szüksége, hogy zöldséget, gyümölcsöt, halat fogyasszon, és minden más lesz. Egy stresszel leterhelt, nehéz ételekkel megterhelt szervezet sokkal nehezebben tűr minden kihívást, amit egyébként az élet elé állítja, mint az, aki könnyen és jó egészségben viseli át az élet nehézségeit. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!